Erős sorrend alapján 4 kalapba osztották a selejtezőben induló csapatokat. Az elsőben olyan neves gárdák is szerepelnek, mint például a görög Aris Thessaloniki, vagy éppen az orosz Avtodor Saratov. Őket egészen bizonyosan elkerüli az olaj, hiszen a B-jelű kalapba kaptak besorolást a miénk. A holland Gröningennel, a bolgár Levskivel, Kendrick Perry új klubjával, az orosz Novgoroddal, a belga Spiruval és a fehér orosz Minskkel. A B-s csapatok pedig a C-kalapból kapnak ellenfelet. Egyik lehetséges vetélytársa a portugál FC Porto együttese. A portugálok 3. helyen zárták az alapszakaszt bajnokságukban, az elődöntőben viszont legyőzték az alapszakasz győztes Benficát. A fináléban azonban alul maradtak 3-0-ra, így be kellett érniük az ezüstéremmel. Nagyobb falat lehet a Hapoel Tel Aviv, mely a rangos izraeli bajnokságban egészen az elődöntőig menetelt. Ott viszont vereséget szenvedett a későbbi győztes Maccabi Tel Avivtól. Nem ígérkezne sokkal könnyebbnek a lengyel ellenfél sem, a Polski Torun. Ők is elődöntőig meneteltek a bajnokságban, de azt elveszítették. A bronzérmet viszont bezsebelték a Zsialona Góra ellen. Ellenfél lehet az olasz Cantu, mely nem futott erős szezont. Az alapszakaszbéli 7. helyezés után a negyed döntőben a Milánó söpréssel kiejtette őket. Litván ellenfél is jöhet, de nem a nagy ágyuk közül. A Szijjaulaj ugyanis pályaelőnyből szenvedett 3-1-es vereséget a bajnokság negyed döntőjében. Az utolsó lehetséges ellenfél a koszovói Szigál Pristina. Ők megnyerték hazájuk bajnokságának alapszakaszát imponáló mérleggel, hiszen mindössze 1 vereségük volt a 27 győzelem mellett, de a bajnoki döntőt elbukták 3-1-es összesítéssel. Ők lehetnek tehát a lehetséges ellenfelek, hogy ki lesz, holnap kiderül. Annyi viszont biztos, hogy a mieink kezdenek idegenben szeptember 20-án, majd a visszavágó Szolnokon lesz 22-én.